Nice company from Hungary, of course. Györök György köszönti a Green Cities, vagyis a Zöld Városok program résztvevőit az Óbudai Egyetem Fehérvári kampuszán. A Fehérvári Felsőoktatási Intézmény a Gyulafehérvári Egyetemmel közösen szervezte meg a fenntartható, emberbarát városok kialakítását célzó egyhetes nemzetközi programot, melyre 4 egyetemről, az Óbudai mellett Kassáról, Gyulafehérvárról és Portugáliából is érkeztek hallgatók és oktatók egyaránt. Egyhetes intenzív program keretében ismerkednek a hallgatók a Zöld Városok projekttel. Nagyon nagy várakozással tekintünk a projekt elé, hiszen erre a hétre különböző képzésekben résztvevő hallgatókat gyűjtöttünk össze. Részt vesznek villamosmérnökök, civil mérnökök, földmérők, és hát megpróbáljuk ezt a témakört interdisziplináris megközelítésben megközelíteni, és kreatív projektmunkákat kidolgozni a hét folyamán. A következő napokban nem csak előadásokon való részvétel és együtt gondolkodásra lesz lehetősége a 4 egyetem 40 hallgatójának és oktatójának. A résztvevők ugyanis megtekintenek majd olyan előremutató fejlesztéseket is, melyek fenntarthatóbbá, zöldebbé és élhetőbbé tesznek egy-egy várost. Maga a program nagyon komplex, nem csak előadásokat tartalmaz, hanem laborgyakorlatokat és úgynevezett terepmunkákat is tartalmaz. Tehát már a tegnapi napon látogatást tettünk a Paksi atomerőműbe, és a holnapi napon pedig Budapestre fogunk ellátogatni, ahol megtekintünk zöldváros megoldásokat. Elsősorban az újonnan épült városligeti épületekre fogunk fókuszálni, és azokat tekintjük meg szakmai szempontból. Ugyanakkor a hallgatók helyben, Fehérváron is végeznek majd terepmunkát, és igyekeznek megtekinteni minden a fenntartható városok irányába mutató fejlesztést. Csütörtökön a program résztvevői a Sóstó látogatóközpontba kirándulnak majd el, és végigjárják a természetvédelmi területet is.